Miniszterelnök úr válaszát, tisztelt országgyűlés, Sebián Petrovszky László, a DK képviselő. Azon nagy kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Önök már a saját alkotmánybíróságunknak sem tudnak megfelelni címmel. Képviselő, önné a szó. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, az Alkotmánybíróság 2018. novemberében döntött arról, hogy a Fidesz és az ön által vezetett kormány által kitalált a rokkant nyugdíjak szabályozásáról szóló törvény alkotmányellenes, az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik egész konkrétan, és határidőt szabott önöknek, hogy ezt a törvényt korrigáljuk. Ez a határidő 2019. március 31-én lejárt, vagyis több mint egy éve lejárt, mégsem történt meg ez a korrekció. Emlékeztetőül mondanám, hogy a testület azt kifogásolta, azzal volt neki problémája, hogy úgy csökkentették a rokkant nyugdíjakat, hogy nem vizsgálták meg az adott illetőnek, hogy egészségében beállt-e bármiféle változás, történt-e javulás, természetszerűleg egy csomó esetben nem is történhetett meg, mégis sok százezer embert ez rosszabbul érintett, több tízezer ember volt a érintette, kb. 10%-a, aki egész egyszerűen ki is esett az ellátásból, de vannak példák arra, hogy például 122.000 forint a havi járandóság 30.000 forint alá csökken. Nem árt emlékeztetni arra, önt miniszterelnök úr, hogy ezt már az az alkotmánybíróság hozta, amelynek minden egyes tagját önök a Fideszből jelölték. Fideszes hátterű tagok egyöntetűen alkották az alkotmánybíróságot, amikor ez a döntés megszületett. Most, amikor a gazdasági válságban vagyunk benne, és ez minden társadalmi réteget eltérően érint, nyilván a rokkant nyugdíjasokat, akik egyébként is küzdenek azzal, hogy a munkaerőpiacon milyen helyzetben vannak, hatványozottan érinti ez, ezért aztán élesen fölvetődik az a kérdés, hogy mikor akarja ezt az ügyet rendbe tenni a kormány, mikor látunk itt a parlament előtt olyan javaslatot, amely az ő helyzetüket javítaná. Köszönöm szépen! Köszönöm. A kérdésre Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszol. Miniszterelnök úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát egy régi ügyről beszélünk, nem az alkotmánybíróság ítélete a régi, hanem maga a szociológiai alap. Ugye 2010-ben, amikor, mint önök is emlékeznek rá, szerencsés módon kormányváltás történt Magyarországon, akkor a rokkant nyugdíjak esetében és a korkedvezményes nyugdíjak esetében annyi visszaélést találtunk, hogy kénytelenek voltunk új szabályokat létrehozni. És ezek az új szabályok azok, amelyek akkor kifogás alá estek, és amelyek kapcsolatos alkotmánybírósági ítéletet most ön itt ideidéz. Én továbbra is kitartok amellett a álláspontunk mellett, hogy tömegesek voltak a visszaélések, és mi továbbra is kitartunk amellett az álláspontunk mellett, hogy akitől ezt a rokkant nyugdíjat elvették vagy átminősítették, azoknak fölkínáltuk a lehetőséget, hogy visszajelentkezzenek egészségügyi vizsgálatra. Nem tették meg. Én nem akarok gyanúsítgatni senkit, hogy miért nem tették meg, de nagyon sokan nem tették meg, és ez az az esetkör, amelyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság hozott egy döntést. Nem olyan egyszerű egyébként lefordítani az alkotmánybírósági döntést a kormányzati cselekvés nyelvére, de igyekszünk és dolgozunk rajta. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ugye akkor most sem hallottunk határidőt, most sem hangzott el, hogy na de akkor mikor lesz ez rendbe rakva ez a kérdés. És akkor arra nem is tértem még ki az első felszólalásomban, hogy azok, akik méltatlanul szenvedték el ezt a helyzetet, akiknek nem történt egészségügyi változása, nem nőtt ki a lába, miniszterelnök úr, mert ez nem tud megtörténni, azok vajon kárpótlásba reménykedhetnek el, hiszen az elmúlt években ők effektíve komoly anyagi veszteséget szenvedtek. 5 év alatt 180 ezer ember beszélünk, akik ilyen helyzetbe kerültek. Ez irtózatosan nagy szám. Itt egy-két emberre, egy-két esetleg hibás eljárásra hivatkozni, azt gondolom, hogy nem lehet itt. Ez tömeges problémáról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, önné a szó. Tisztelt képviselő úr, miközben egyetértek önnel abban, hogy valóban az alkotmánybíróság ítéletét le kell fordítani lassacskán döntési nyelvre. Ezt igyekszünk is megtenni, de higgyel, hogy nem olyan egyszerű. Vegye figyelembe lehetőleg azt a körülményt is, hogyha megnézi, hogy az önök kormányzásának idején, hiszen mégiscsak önöktől vettük át ezt a helyzetet, aminek az orvoslását most számon kéri tőlem, a történeti hűség kedvéért, ha már az összödi beszéd évfordulójának a napján vagyunk, akkor ezt mégiscsak említsük meg, hogy azért mégiscsak ezt nem mi okoztuk, hanem önök okozták, és nekünk ezt orvosolni kellett. Most csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a fogyatékkal élők közül ma
háromszor többen dolgoznak Magyarországon, mint dolgoztak az önök idejében. Elhihető, megvan bennünk a jó szándék, és meg is fogjuk oldani ezt a problémát. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés!